Bizonyos termékeket megéri akár hitelből is megvásárolnod. A jelenlegi infláció mellett az áremelkedés mértéke meghaladhatja a hitel összköltségének a mértékét. Ezért, hogyha nagyobb kiadás előtt állsz, akkor nem éri meg most hezitálnod, minél előbb lépj. Új vagy Nemes Nóra vagyok, a Bankmonitor szakmai támogatója. Április hónapban az infláció mértéke 9,5%-os volt. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ennyivel drágultak egy év alatt a termékek, amiket meg tudsz vásárolni. Mit is jelent ez a gyakorlatban? Az élelmiszerek ára 15,6%-kal drágult átlagosan, de hogyha például margarint szeretnél vásárolni, akkor azt tapasztalhatod, hogy a drágulás 30% fölötti. Abban az esetben, hogyha egy nagy bevásárlást szeretnél finanszírozni, nyilván nem a legjobb ötlet személyi kölcsönt igénybe venni, sokkal inkább viszont, hogyha tartós fogyasztási cikkben gondolkodsz, vagy valami amilyen nagyobb kiadás előtt állsz, akkor már bizony érdemes végig gondolni a hitelfelvétel lehetőségét. Négy termék esetében vizsgáltuk meg, hogy az elmúlt évhez képest mekkorával nőttek az árak, tehát mennyivel drágábban tudnád megvásárolni ezeket. Klasszikus példa a használt, illetve az új autóknak az ára. Hogyha használt autót vásárolnál, 14,7%-kal drágábbak az egy elmúlt évhez képest, az új gépkocsik pedig 10,6%-kal. Felújítás, korszerűsítés, illetve a lakással kapcsolatos kiadások is magasan drágultak, a szobabútorok 17,3%-kal, a konyha pedig 17,8%-kal. Tehát láthatjuk, hogy ez már egy jelentős áremelkedés. Mi történik akkor, hogyha mondjuk 4 millió forint értékben vásárolnád meg valamelyiket ezek közül a termékek közül? Egy évvel ezelőtt ilyenkor 6,95%-kal tudtál volna személyi kölcsönt igényelni. Tételezzük fel azt, hogy 4 millió forintért vásároltál volna egy tartós fogyasztási cikket. Mondjuk azt, hogy 2 millió forinton erővel rendelkeztél. Abban az esetben, hogyha ezt a felmaradó 2 millió forintot felvetted volna személyi kölcsönként, akkor 174 ezer forint lett volna a visszafizetendő összegnek a mértéke. Mondjuk azt, hogy nem vetted fel ezt a személyi kölcsönt, megtartottad a 2 millió forintot, elhelyezted egy viszonylag jó döntésnek tűnő MAP pluszban. A MAP plusz esetében az egy évre jutó kamat mértéken 75 ezer forint lett volna. A drágulás ezen négy termék esetében durván 420 és 710 ezer forint közöttre tehető. Hogyha nem vetted fel tavaly ezt a személyi kölcsönt, abban az esetben most 175-463 ezer forint az, amit vesztettél összességében, még akkor is, hogyha elhelyezted befektetésben ezt a 2 millió forintot. Tehát az a konklúzió, hogy megérte volna ezt a személyi kölcsönt igénybe venni. Az elmúlt egy év folyamán nem csak az infláció emelkedett, hanem a hitelkamatok is. Az az érdekes helyzet áll elő, hogy 9,5%-os az infláció mértéke, és jelenleg ennyi a személyi kölcsönnek is a teljes éves költsége. A jelenlegi piaci helyzetet figyelembe véve nem várható az, hogy az infláció csökkenne az elkövetkezendő időszakban. Mindenképpen érdemes tehát annak, aki nagyobb kiadás előtt áll, vagy szeretne valamit megvásárolni, befektetni, személyi kölcsönt igényelni. Használd a kalkulátorunkat, nézd meg, hogy jelenleg a piacon mi az a személyi kölcsön, melyik az a bank, aki a legkedvezőbb kínálatot tudja neked nyújtani. Érdemes igénybe venni bankmonitor szakértő segítségét, hiszen a legjobb költségek mellett el tudjátok azt is beszélni, hogy milyen feltételekkel érhetőek el ezek a személyi kölcsönök jelenleg a piacon. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál, hogyha tetszett a videó, lájkold, illetve iratkozz fel a csatornánkra. Sziasztok!